Köszönöm szépen. Először is köszönjük szépen Lelkész úrnak az elismerő szavakat. Valamennyi munkatársam nevében igazán jól esett. És néhány héttel ezelőtt, mikor az a megtiszteltetés ért, hogy a gyermekem szerepelhetett és verset olvashatott itt fel, akkor olyan bölcs tanácsokkal tudtam ellátni, hogy hogyan is kell itt viselkedni, amikor ilyen felolvasni. Hát most kicsit remeg a példám, elcsúszik a hangon, és erőteljesen kapaszkodok abba a könyvbe, ami most támaszomat jelenti, amiből fel fogok olvasni egy mesét, amit úgy érzek, hogy egy picit az intézményünk életére és a munkánkra jellemző. Aki ezt a meséskönyvet írta, Hajdú Katalin hajdúszoboszlói meseíró, személyesen hozta el nekünk a szépen illusztrált könyvét, és abból választottam Csiperke Emőke című meséjét. Gombácska bátor helytállásának története bejárta az erdőt. Ő volt az, aki szembeszállt az erős héjával, védelmébe vette az ártatlan katiszabogarat. E példából okulva más állatok is meg akarták óvni szeretteiket, barátaikat. Csupán Gombácska minden elsőprő vágyáról nem beszélt senki, arról, hogy földhöz kötöttsége ellenére szabad akart lenni. Csiperke Emőke számára pedig az a szabadságvágy jelentette az ősével való erős kapcsolatot. Így jelente, mikor a Szent János bogarak megvilágították az erdőt, ő a tündérekhez fogászkodott, karcsú, szép lábakról álmodozott. Egyik reggel, amikor az erdei sűr odakucorodott hozzá, csodálkozva kérdezte a kis varatost. Mondd, Gombácska, hogyan lehet az, hogy te mindig vidám vagy? Miért is lennék más, amikor lágyan ringadt a szellő, simogat a napsugár, a hajnali pára édes nektárként táplálja testemet? De te, Sümi, miért vagy, hogy bánatos? Nemrég fedeztem fel egy csodás fácánfészket. Állította a váltam, hogy friss tojásokat reggelizek, ám a fácánkakas ott volt a közelben. Amikor odaértem, megkergetett. Így hát hoppon maradtam, és éhesen is. Egyet sem búsulj, azt csiripelték a madarak, hogy nem messze innen, bőséges termést hozta a körte és a palmafa. Úgy hallottam, szívesen csemegézzek édes gyümölcsöt. Amíg így beszélgettek, a gomba észrevette a fák ágai között figyelőfüles bagyot. Gyorsan, gyere közelebb, ide a kalapom alá, sürgette Sümi Gombácska. Majd félrehajtotta a kalapját, hogy nehogy észrevegye őt a bagoly. Köszönöm, és azzal a kis állat püskés gombócán gombolyodott. Csiperke Emőke átérezte a sűr szorult helyzetét, mégis jót nevetett rajta. Megsértődött ezen a sűr Marci, s vállalta a kockázatot, kibújt a kalap alól. Ne menj el, kiáltott a Csiperke Emőke. Bocsáss meg, ha megbántottalak, meglát téged a füles bagoly. A sűr azonban nem hallgatott rá. Vesztére, reptében lábánál fogva felkapta Marci, fák közé vitte zsákmányként. Gombácska vigasztalhatatlan volt. Úgy érezte, hogy mindez az ő hibája. Nem méltó bátor őséhez, nem méltó tündérhez eredetére. Szomorúan potyogtak könnyei, melyek a frissen záporozott esővel melegedtek. A nap már magasan járt, amikor egy őszére kuporodott le hozzá. Gyerekkupája fordokkal mintázott. Karcsú szép fejét lehajtott a Csiperke törzséhez, csendesen suttogni kezdett. Nem találom a mamát. Félek, elveszítettem. Segíts nekem, kérlek, nem tudom, mit érő legyek. Mi történt? Mesélne, bátorított ő Csiperke Emőke. Kirándulók jöttek az erdőbe, s a mama előre szaladt. Én nem tudtam követni, inkább az avarba elbújtam. Bár nem vettek észre, a mamát azóta sem találtam. Gombácska kalapjában árnyékot adott a kirának, óvó tekintettel szeretettel nézett rá. Meghallotta a kisút a történetét a méhecske, aki minden nap megpihen Csiperke kalapján, és biztatni kezdte. Megkeresik a mamát, szólok mély testvéreinek, és azzal elrepült. A kisítja felderült ennek hallatán. Amilyen hirtelen a szorgos még elsuhant, olyan váratlan megjelent mellett, a hosszú farkú, vörös mókus dióval a mancsába. Tudod, szólt a gombához, nagy tisztelője vagyok a nagyapádnak, azért, amiért hősiesen szembeszállt a híjával. Ez az állat nekem is ősi ellenségem, szólt, s rágcsálni kezdte a diót. Igen, a nagyapa bátor volt, szégyelte el magát Emőke. A mókus élvezette ette a diót, majd nagyobb a kóra felszökött a közeli fára. Onnan kiabott
lapát lákombácskára. Vadászok jönnek, menekül kis gida, amerre látsz. Szalad gidáska, ahogyan tudsz hátra. Szalad gidáska, ahogyan tudsz, hátra sem ész, sürgette gombácska. A kis gida azonban nem mozdult, de szeliden így felelt. A mama nélkül nem megyek sehova. A méhecske is megígérte, hogy megkeresi. Ha elszaladok, sohasem találja a mamám. Ne butáskodj, hidd el, találkozni fogtok, de most fuss, menekülj, rohanj. A vadászok még az ilyen kicsi gidákat sem kíméli. Szaladj hát, kérlelt a gomba. Ám a gidácska megmakacsolta magát. Elszántan, nyugodtan várta a vadászokat. Amikor megjelentek nagy puskáikkal, a fiatalabb örömmel mondta. Milyen szép őzikes, milyen nyugodt, lelövöm őt apa. Fogta a puskát és szélbe vette a vidát. De az apja ráütött fegyverére, és fiát mérgesen szépikezte. Csak nem fogsz meglőni egy ilyen kicsi állatot. De igen, szólt mérgesen a fiú, és azzal oly sebesen fogta meg a puskát, hogy az apja még észre sem kapott. Megcélozta és lőtt. Ám ebben a pillanatban gombácska emlőke nagy kalapjával földig hajolt. Oly mélyen hajolt meg a gomba, hogy a gidát megúvja, hogy a kilőtt golyó őt találta el. Gidácska ilyetében nagyot szökkent, és úgy rohant, mint a gazella. Már nem ellenkezett, ösztöne, félelme, erősebb volt, mint ahogy azt először gondolta. Szaladt, hátra sem nézett. Nem látta, hogy gombácska boldogan mosolygott, majd földre hanyatott, szemét becsukta, és örökre elaludt. A vadászok még sokáig vitatkoztak az erdőben, majd más-másokon elindultak hazafelé. Éjszaka a csillagok szépen világítottak, a sötét erdőben, amikor a tündérek Szent János ugara fényében megjelentek. Apró varázsvesztővel kiemelték gombácskával a söréket. Gyere, ébresztjük fel, szólt egyik fú. Nem, ő különleges, vigyük inkább magunkba, felelt a másik. Jó, így legyen, határozták el a tündére. Elveszik a mi kis országunkba. Felhők szárnyára tették gombácskát, és magasban emelkedtek vele. Amikor reggel lett, s gombácska emlőke kinyitotta a szemét, tündérszárnyakon égi tünemények vették körül. Megsúgták neki, hogy hála az ő bátorságának, a gida megmenekült. A mama is megtalálta a méhek révén az ő kicsin sutáját. Gombácska nagyon örült mindennek, és boldog volt, hogy új életet kezdhetett, melyhez szárnyakat és apró karcsú lábakat kapott. A mesének itt van vége, és hazafele menet, kikét töltse el magába, hogy mennyire élet ez a mi mindennapjainkra, a mi munkánkra, amit közel 20 éve végzünk itt a következő életében. Köszönjük szépen!